Ez a nyíregyházi búzatéri piac. Sok a vásárló és az eladó, még több a színes zöldség és gyümölcsáru a kinti vásártéren. Ám bent a csarnokban alig vannak árusok, és gombát sem igazán látni most. Ez a gomba számára kedvezőtlen időjárás miatt van így, mondta a piac gombaszak ellenőre. Az idei gombaszezon az nagyon változó volt, márciustól indult, és az időjárás eleinte kedvezett is neki, de aztán egy kicsit szárazabb lett az idő, és abszolút a gombákat nem találtuk meg itt a piacon, és az erdőben sem. A szakember azt tanácsolja, ha valaki mégis talál gombát, felhasználás, fogyasztás vagy éppen értékesítés előtt mindenképpen vigye be az ellenőrző ponthoz, hiszen a vizsgálat ingyenes és szedési, tárolási tanácsokat is adnak. Mindig azt mondjuk mindenkinek, hogy általában egy szellős kosárba hozzák a gombákat, és külön válogassák, amit nem ismernek, vagy esetleg nem tudják beazonosítani, azt szedjék külön. Akad olyan is, aki mérgező gombát hoz be, ez például a kerti üzlábgomba, amelyet nem adtak vissza már szedőjének, de más mérgező gombát is lehet találni. Így néz ki a gyilkos galóca, ez a gombafajta nagyon gyakori térségünkben, fogyasztása semmiképpen senkinek sem ajánlott, hiszen akár halált is okozhat. Mint manapság szinte mindenből, gombából is választanak leget. Idén az év gombája a lila tönkű pereszke, amely jellegzetes megjelenésű, mint neve is mutatja, lila színű tönkje van. Térségünkben kevés ilyet lehet találni, de a szerencsések finom gombasavanyúságot vagy rántott gombát készíthetnek belőle.